Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Visszatért Nagy Csak képviselő úr, én is erre szeretnék reagálni, amit mondott, hogy az önkormányzat van az emberekért valóban. Én már az imént is említettem, hogy igen, ugye valóban az önkormányzatok nagyon sok fontos szolgáltatást, közszolgáltatást nyújtanak az embereknek. Tehát amikor önök az önkormányzatoktól elvesznek forrásokat, olyan döntéseket hoznak, hogy az önkormányzat által betervezett források nem állnak rendelkezésre, de éppen elvonták a gépjárműadó bevételt, egy másik döntésükkel kivonultak a közösségi közlekedés állami finanszírozásából, és ugye helyi közösségi közlekedés állami támogatásából, ezzel nem az önkormányzatokat, az ellenzéki polgármestereket büntetik, hanem az embereket, mert rosszabb minőségben fognak rendelkezésre állni ezek a szolgáltatások. De nagyon-nagyon fontos, tisztelt Nagy Csak képviselő úr, hogy képviselőtársam is említette, az önkormányzatoknak most kell költségvetést készíteni, most kell megtervezni a költségvetést, és nem tudják pontosan a tárgyalások, a látszott tárgyalások miatt, nem tudják, hogy milyen kompenzációra számíthatnak. A Pécs esetében például 5,7 milliárd forintra lenne szükség, hogy az idei költségvetést egyenesbe lehessen hozni, de még nem is tudják megmondani, hogy mikor lesz egyáltalán egy érdemi válasz a kormány részéről. Én azt szeretném kérni államtitkár úrtól is, és Nagy Csak képviselő úrtól is, hogy vessék latba a tekintélyüket, és próbálják a kormányt abba az irányba terelgetni, hogy vegye komolyan ezeket a tárgyalásokat, tekintse partnernek az önkormányzatokat, és mielőbb szülessenek meg a döntések ezekről a nagyon fontos kompenzációkról. Köszönöm. Köszönjük, frakció.